Terrorizmus vádjával 8 hónap letöltendő és 16 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt egy 14 éves fiút egy ausztriai bíróság. A tárgyalás során bizonyítást nyert, hogy a török származású fiú 2014 őszén kapcsolatban állt az Iszlám Állam nevű terrorszervezet bécsi képviselőivel, és a szélsőségesek oldalán csatlakozni akart a szíriai harcokhoz. A vád szerint utazása előtt azt tervezte, hogy robbanó szerkezetet hoz működésbe egy nyilvános helyen Bécsben, feltehetőleg egy pályaudvaron. A fiú Isztambulban született, apa nélkül nőtt fel és 8 éve él Ausztriában. Az ítélet nem jogerős. Hát szóval ez olyan, minthogyha, ugye, mert mindenféle pszichoterápiát emlegetnek az üggyel kapcsolatban, meg egyéb, olyan, mintha egy elszabadult ragadozót szentelt vízzel, és mondjuk rábeszéléssel próbálnak jobb belátásra bírni, hogy hagyjon föl a tevékenységem. Ez az ember így nem változik meg. Mit a hírekből az is kiderült, szerinten? Hogy semmiféle különösebb megbánás nem mutat. 14 éves, mit kéne csinálni? Azt sem tudja, mit. Hát azt én nem tudom, hogy mit kellene csinálni vele, de hogy ez a probléma csak a jéghegy csúcsa, az teljesen nyilvánvaló. És ez két gyökérre vezethető vissza. Egyrészt a rendkívüli mértékű iszlám bevándorlás, az egy olyan kultúrát is behoz Európába, amely nem ismerte a humanizmus és a felvilágosodás szakaszát. Na most ebből nem következik, hogy minden iszlám, az iszlám minden tagja terrorista, egyáltalán nem. Egy szűk kisebbség csak ilyen, de akkor nagyon. És a másik pedig, hogy ilyen értelemben ezt a terrorizmus nagyon kevesen művelik ugyan, de a média és az információs társadalom körülményei között elképesztően nagyot szól a legkisebb terrorcselekmény is, és ilyen értelemben egy 14 éves fiú, aki ennek rettenetesen ki van szolgáltatva, ha egy olyan szituációba kerül bele, mint amilyenbe volt, hiszen tudjuk, hogy apa nélkül nőtt föl, teljesen szembefordult a társadalommal. Na most, az Isten pénze nem elég arra, hogy teljesen ki lehessen szűrni azokat, akiknek nem sikerül beilleszkedni a társadalomban. Még egy mondat, és ennek következtében arra kell felkészülnünk, hogy ezzel együtt kell élni nagyon hosszú ideig. Hogy lehet felkészülni, Rudika? Hát miért? A középkorban, nem tudom én, kerékbe törtek, most megrobbantak. Én a múltkori adásban azt mondtam, hogy nálunk Európában a 1648-ban lezárult a 30 éves háború, aminek az volt a lényege, hogy azóta Európában sem az államnak, sem a földesúrnak, senkinek nincs joga beleszólni abba, hogy ki milyen vallást gyakorol. De gyakorlatilag ez a 30 éves háborúval ez a korszak lezárult. Holott előtte a protestánsok és a katolikusok milliószám gyilkolták egymást. Közben meg most, amíg a Ungvári Rudolfot hallgattam, közben arra gondoltam, hogy mennyire kevesen, mennyire nincs a tudatunkban az, hogy a Ku Klux Klan annak idején nem csak a négereket üldözte, a katolikusokat is, meg a zsidókat is. És ez nem volt olyan régen, 50-60 évvel ezelőtt volt. Tehát mi nézzünk erre a síta, szunita ellentétre, hogyan gyilkolasszák egymást, és elfelejtjük, hogy 60 évvel ezelőtt a Ku Klux Klan a katolikusokat ugyanúgy gyűlölte, mint a négereket. Egyszer végre egyetértünk, derülátóak vagyunk, látod? Igen, de nem véletlen mondtad azt, hogy ez a magyar kormány bevándorlási ide akartam eljutni, igen. Is valamiképpen ugye köthető gondolat. Ja, mert hogy te ezt nem tudtad, vagy ez egy új információ? Nem, tudtam. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy ugye az a borzasztó, hogy egy ilyen rémtett, amiről most itt hallunk, vagy majdnem rémtett, az tényleg azt erősíti, hogy akkor lehet arra hivatkozni, hogy ne jöjjenek a bevándorlók, mert ki tudja, hogy nem apa nélkül fog-e fölnőni, nem török iszlám kultúrából érkezette úgy, hogy majd robbantani fog. És különben is itt van nekünk a 800 ezer magyar cigány, mondta Tócsányi úr, akikkel foglalkozni kéne. Hogyha ezt a két dolgot összekötjük, tehát én szerintem az itt a minden dolgunk, összefügg hogy mindenne. Ne kössük össze ezt a két dolgot. Illetve ha itt jönnek ezek az emberek, akkor nem arra kéne Rudi fölkészülni, azt mondta, hogy ő kell erre készülni. Nem arra kéne fölkészülni, hogy velük hogyan kéne bánni. Természetesen csak mondtam,
hogy bekattanó esetek mindig lesznek, és mivel a média nyilvánosság ma a személyes profilírozás legjelentősebb eszköze, csak valami egészen nagy dolgot kell csinálni ahhoz, hogy világhírűek legyünk, ezért ezek egyszerűen kiszűrhetetlenek. Ez a mi társadalmunkban benne van programszerűen. Majd műsor után beszélgessünk, apa nélkül nőttem föl, de nem érzem, hogy lenne bennem bármiféle terrorista hajlam, vagy akármi, jó, ezt visznek szántam. A problémát én onnan látom, és akkor magyar helyzet, vagy nem magyar helyzet. Ma azt kéne eladni a magyar társadalomnak, ilyen gazdasági, társadalmi viszonyok közepette, és most hagyjuk, hogy 800 ezer cigány honfitársunkkal mit kell csinálni, hogy nem vagyunk elég szegények, még ezeknek a problémájával is foglalkozzunk, ezekre is költsünk, mert ez mind pénzkérdés. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, a befogadás, az asszimiláció, a kultúra, egészségügy, szociális, ez mind pénzkérdés. Szerintem ezt ma nehéz eladni a magyar társadalomnak, és ezt játssza meg a kormány. De akkor mit kéne helyette mondani? Ez egy jó kérdés. Én mindig azt szoktam mondani, hogy Giuliani, amikor átvette a New York-i polgármesterséget, akkor azt mondta, hogy adjatok 5 évet, és Harlemet megtisztítom. Meg kellett hozzá 5 milliárd dollár, és megtisztította. Ez mélyen igaz, de kell hozzá még valami. Ez pontosan ez, a gondolataimat olvastam. Szóval a lakosságnak egy olyan mérvű szembeszegülése a fennálló politikai rendszerrel, amely előbb-utóbb lehetetlenné teszi a működését. És erre még várnunk kell, és ezért mondtam, hogy még mindig lesz lejjebb, mert egyszer majd bekövetkezik ez, amikor már tényleg egész lent vagyunk, és akkor csak füstölgő romok lesznek. Na, ilyen sem volt még fél perc előtt fejezőben, mint lehetne. Akarod még, hogy fél percet beszéljünk veled? Most hagyjunk téged beszélni. Most az ismétlésekről lesz szó. A műsor a jövő héttől nyári szabadságra, majd a tervek szerint szeptember elején jelentkezünk új adással, de önök addig sem maradnak havas a pályán nélkül. Ugyanis szombatonként nem rövünk. Az idei év a 14 legjobb adását, nem lesz könnyű kiválasztani, a 14 legjobb adását megismétli az Altéri a szokásos időpontban. Abban az Ungvári Rudi biztos benne lesz. Nem. Viszontlátásra, akkor ezek szerint találkozunk szeptemberben.